Hogyan keletkezett a világ? A fajok eredete. Szép esős nap van. Ideális ahhoz, hogy az ember gilisztákat gyűjtsön. Charles Darwin volt a giliszták nagy szakértője. Ő volt a legelsők egyike, aki leírta, hogy mennyire hálásaknak kell lennünk ezeknek a kis állatoknak azért, mert felszántják, porhanyítják helyettünk a földet, és mindezért nem is kérnek cserébe semmit. Charles Darwint azonban nem erről ismerjük elsősorban, hanem arról, hogy 1859-ben közzétette a Fajok eredete című könyvét, amely igazi forradalmat idézett elő a biológia tudományában, és amely elsőnek fogalmazta meg az ember, az állat és növényvilág evolúciós fejlődésének elméletét. Most tehát ellátogatunk Angliába, közelebbről Dél-Angliába, hogy megnézzük Darwin néhány munkáját, és azt a házat, ahol lakott. Ez a könyv, a híres könyv, 1859-ben kiadott első kiadásának egyik példánya. Charles Darwin, a fajok eredete. A könyv megjelenése az egész világon hatalmas port vert fel. Ki volt tulajdonképpen Charles Darwin? Darwin angol természettudós volt, aki Edinburgh-ban született, és ott orvosi egyetemre járt 2 évig. Azután Cambridge-be ment, ahol az egyházi rendeket tanulmányozta azzal a céllal, hogy csatlakozik valamelyikhez. Végül azután Cambridge-ben doktorált. Mit tartalmaz tulajdonképpen ez a könyv? Mi van benne, ami miatt akkora visszhangja támadt, ami felforgatta a tudományos világot? Amikor Darwin befejezte tanulmányait, nem lépett be egyik egyházi rendbe sem, hanem, mint természettudós, állást kapott egy hajón, melynek modelljét itt látjuk. A hajónak a neve egy angol kutyafajtáról Beagle. Ennek a fedélzetén járta körbe Darwin a világot 5 éven keresztül. Ezen az 5 éves úton gyűjtötte össze azt a rengeteg adatot és tudományos ismeretet, amelyekre később az elméleteit szándékozta alapozni. 1831. decemberében a Beagle Darwinnal a fedélzetén kihajózik az angliai Plymouth kikötőjéből. Először Dél-Amerikába, Brazíliába mennek, majd a kontinest körbehajózva elérnek az Ecuadortól nyugatra fekvő Galapagos-szigetekre. Utazása alatt Darwin mindenütt behatóan tanulmányozza a természetet, ahol hosszabb, rövidebb ideig tartózkodik. Megfigyeléseiről naponta részletes jegyzeteket készít. Amikor visszatér Angliába, újra áttanulmányozza a Galapagos-szigetén készített feljegyzéseit, és eközben érdekes felfedezést tesz. Több különböző pintyre bukkal, amelyek egykor nyilvánvalóan ugyanahoz a fajhoz tartoztak, de amelyek ma már nem egyformák. Az egymástól nagyobb távolságra lévő szigeteken különböző fajokká fejlődtek. Ezek a fajon belüli kicsi, ám jelentős változások szöget ütöttek a fejébe. Ha a pinyfajon belül lehetséges volt, hogy az egyedek egymástól lényegesen eltérő tulajdonságokat fejlesztettek ki, akkor ez a fejlődés tovább is folytatódhat. Darwin tehát kiterjesztette ezt a gondolatát, amely egyetlen faj különböző egyedeinek, nevezetesen a pinyféléknek megfigyelésén alapult, s arról következtetésre jutott, hogy ezek a változások kivezethetnek akár a fajból is. Vagyis egy faj a változások hosszú során keresztül másik fajjá tud fejlődni. Ezt a franciák transformizmusnak nevezik. Ennek megfelelően például az amőbától ezeknek a kis változásoknak az átöröklése
révén az evolúciós folyamat persze sok-sok millió éven keresztül végül akár az emberig is elvezethet. Vagyis, ha ez így van, akkor az élet legegyszerűbb formáitól az élet legmagasabb rendű formájáig, aminek mi, emberi lények saját magunkat tartjuk, egyenes fejlődési vonallal el lehet jutni. Ha az ember figyeli a témával kapcsolatos híradásokat, és olvassa az új darwinizmus mai népszerűsítőinek az evolúcióval foglalkozó szakkönyveit, arra a következtetésre juthat, hogy ahol energia és anyag van, ott ez az energia és anyag életet fog alkotni. És ahol az élet megjelent, vagyis ha már egyszer élővé alakult az anyag, akkor automatikusan tovább is fog fejlődni a tudattal rendelkező élet legmagasabb formájáig. Darwin elméletei alapján ugyanis ennek kell történnie. Amikor Darwin 1882-ben meghal és eltemetik a Westminster apátság templomában, evolúciós elméletét már az egész világ ismeri. Európának egy másik részén, Brünnben, a mai Brünóban, egy másik természettudós is foglalkozni kezdett az élet titkaival. 1856-tól kezdve Gregor Mendel szerzetes furcsa kísérleteket folytatott az ágostonrendi kolostor területén. Gregor Mendel volt az első, aki az örökléstan tudományát stabil, matematikai alapokra helyezte. Ismeretes, hogy zöld borsóval és különböző színű törpebabbal folytatta kísérleteit, és kimutatta, hogy az öröklött tulajdonságok eloszlása, az öröklött tulajdonságok változásai pontosan körülhatárolható matematikai törvények szerint történnek. A Mendel munkája nem merült volna gyakorlatilag 50 évig, egészen a század fordulóik feledésbe, mert megfigyeléseit egy eldugott tudományos labban tette közzé, ahol senki sem figyelt fel rá. Tehát, ha az örökléstan matematikáját ismerte volna a világ, a fajok eredete körül rengeteg későbbi spekulációt meg lehetett volna takarítani. 9 éven keresztül folytatta Mendel az akkori osztrák tartomány területén lévő brünni kolostor kis ágyásaiban bab és borsó kísérleteit. 1865-ben lelkesen számolt be a kísérletek eredményeiről és felfedezéseiről. Teljes bizonyosságot nyert számára addigra, hogy matematikai alapon előre lehet jelezni az egymás után következő nemzedékek örökletes tulajdonságainak várható előfordulását. Rájött, hogy az örökletes tulajdonságok nem tűnnek el még akkor sem, ha különböző változatokat keresztezünk egymással, még az elfajult egyedekben sem. Újra és újra meg fognak jelenni, és azt is pontosan előre lehet jelezni, mikor, sőt azt is, hogy hogyan. Mendel 1884-ben halt meg. Életében nem sok elismerésben volt része, de tulajdonképpen miben áll ez a híres Mendel-féle örökléstani törvény? Vegyünk egy piros virágot és egy sárgát. Keresztezzük őket, és megjelennek az utódok. Négy szép piros virág. Ez a négy bizonyos idő múlva tovább szaporodik. Három piros virág és egy sárga jelenik meg. Hogyan lehetséges ez? A szülők pirosak és mégis sárga az utód? Vizsgáljuk meg a géneket, amelyek a genetikai információt hordozzák. Az első generáció piros és sárga virágában két-két homogén, azaz egyszínű gén található. A következő generáció mindegyik virágában a két szülő különböző génjei vannak, azaz van bennük egy piros és egy sárga gén. Mivel a piros a domináns, ezeknek a virágoknak a színe piros. A harmadik generáció mindegyik virága kap egy-egy gént a szülőktől, és ezeknek minden kombinációja megjelenik. Lesz teljesen piros, vegyes és teljesen sárga génpár. Így lehet tehát két piros virágnak sárga utóda.
A virágok világában a szépség tobzódását látjuk, hihetetlen színeket és formákat. Ezek alapján tudjuk megkülönböztetni egymástól a fajokat és a fajtákat. De mi is tulajdonképpen a faj és a fajta? Az életben különféle fajokkal és fajtákkal találkozunk. Néha bizony nem is egyszerű válaszolni arra a kérdésre, hogy mi a faj. A szakemberek fajnak nevezik az egymással keresztezhető génállományt. Ezen azt kell érteni, hogy minden fajnak, de fajtának is megvan egy bizonyos szabványa, alaptervrajza, egy kritériumrendszere, amely az alaptípusra jellemző tulajdonságokat tartalmazza. Létezik például a kutya szabvány, és ez egy olyan sajátos kritérium gyűjtemény, amelybe beletartozik a kojot, a farkas, a bernáthegyi, a pekingi palotapincsi, a tacskó és az összes kutyafajta, ami csak létezik. Ezek a fajták erősen különböznek egymástól, viszont lényeges tulajdonságuk, hogy keresztezhetők egymással. Tehát ugyanannak a fajnak a tagjai ugyanahhoz a keresztezhető génállományhoz tartoznak. Ha a fizikai különbségek nem túl nagyok, még a Bernáthegyit is lehet keresztezni a pekingi palotapincsivel. Ugyanez a helyzet a macskafaj szabvánnyal is. Ennek is megvan az a speciális DNS rajzolata, amely annyira hasonlít minden állatban, hogy végül is bármennyire különböző macskafajtákról van is szó, azok bizonyos körülmények között mindig keresztezhetők egymással. Mégpedig azért, mert a DNS molekulák pontosan összeilleszthetők, a megfelelő helyeken megfelelnek egymásnak. Akkor beszélhetünk tehát fajról, ha ez a helyzet fennáll. Amint látható, külső jegyek alapján ezt nem is olyan egyszerű meghatározni. A legfontosabb a következő. A fajtákat lehet, a fajokat viszont nem, vagy csak rendkívül kivételes esetben lehet egymás közni. Macskákat például nem lehet kutyákkal keresztezni, mert a DNS molekuláikból hiányoznak az alapvető összeilleszkedési pontok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a szaporodásra sor kerüljön. Néha azonban előfordul, hogy történik valami a kromoszómák DNS molekuláival. Átalakulnak, bizonyos változás áll be bennük, amit tudományosan mutációnak neveznek. A jelenséget 1882-ben fedezte fel a holland Hugo de Vries. Attól kezdve a mutáció lett a varázsszó az új darwinizmus számára. Mutáció révén talán mégis átjárhatók a fajok közti szilárd határok? Egyáltalán miért kerül sor mutációra? Az egyik lehetséges ok a sugárzás. Ezen a példányon röntgensugár segítségével tudatosan hoztak létre új afrikai ibolya mutációkat. Ilyen változásokra nem csak a növény, hanem az állatvilágban is van példa. De mit hoz létre a mutáció azon kívül, hogy ilyen szép változatokat eredményez? Megjavítja a fajt vagy a fajtát? A válasz nem. Laboratóriumban szándékosan előidézett mutációk révén új fajokat lehet kitenyészteni ezekből a muslincákból. Ahhoz, hogy ezek a szép mutációk fenn is maradjanak, gondosan kell óvni őket, mert a mutáció többnyire kárt tesz az állatokban. A természetben csak a legrátermettebb marad fenn, a sérült gyenge állat elpusztul, a természetes kiválasztódás egyhamar eltüntetné őket. Tulajdonképpen mit végez a természetes kiválasztódás? Nézzünk néhány példát. Adva van mondjuk egy élő szervezet, egy faj, amelynek egyedei bizonyos számú mutáció mentek keresztül. Ezeknek a mutációknak a 95%-a negatív, azaz visszalépés az eredeti szervezet szintjéhez képest. A természetes kiválasztódás teljes biztonsággal kiszűri, persze bizonyos idő elteltével azokat a szervezeteket, amelyek kevésbé illeszkednek, alkalmazkodnak a környezetükhöz. Például, ha az ember cukorbetegséget kap annak folytán, hogy a génjeiben valamilyen információ letörlődik, mondjuk egy ismeretlen okból bekövetkezett mutáció miatt, akkor nehezebben tud lépést tartani azokkal, akik egészségesek. Ugyanez az elv érvényes az állatvilágra is. Ez a törvény egész biztosan megakadályozza, hogy a faj vagy a fajta degenerálódjon. Megakadályozza az élő világ hanyatlását.
Nézzük meg a dolog másik oldalát is. A mutációk folytán kapunk mondjuk 1 vagy 2% olyan egyedet, amelyek tulajdonságai a faj átlaga felett vannak, azaz esetükben a mutáció előrelépést hozott a faj átlagához képest. Például egy ilyen előrelépést jelentő szervezet szemet fejleszt ki magának. Mondjuk egy giliszta kezdene szemet kifejleszteni. A gilisztának ugyanis természetes körülmények között nincs szeme, csak egy fekete foltja van. Ha tegyük fel, mégis kialakulna rajta a retina és a szem összes szükséges járulékai, akkor az a félig kész új szervezet, amely ebből a pozitív mutációból származott, addig, míg nem tökéletes, kifejezetten hátrányban volna a nagy átlaggal szemben. A természetes kiválasztódás és a mutáció tehát együttesen ugyan megakadályozzák a faj hanyatlását, másrészt viszont az is igaz, hogy sohasem vállalják magukra azt a feladatot, hogy a fajt elindítsák felfelé. A természetes kiválasztódás mindig gondoskodik arról, hogy a jobb, erősebb giliszták maradjanak fenn, de arra már semmiképpen sem törekszik, hogy olyan giliszták legyenek, amelyek már félig más állatok, mondjuk félig kígyók, félig két éltűek vagy hasonlók. Ezek az állatok ugyanis Darwin saját elméletének értelmében is nagy hátrányban volnának a többiekkel szemben. Darwin úgy vélte, hogy a természetes kiválasztódás, a létért való küzdelem és a legrátermettebbek fennmaradása lassan, de feltartóztathatatlanul elvezet a magasabb rendű fajok irányába mutató evolúcióhoz. A halott anyagtól az élet primitív formáihoz, az élet primitív formáitól az összetettebb formákig, az algáktól a szivacsokig, onnan a medúzákig, majd a halakig, aztán a kétértűekig, a hüllőkig, majd a madarakig, emlősökig és főemlősökig, és végül egészen az emberig. Darwin azonban határozottan tévedett. Mindezt maga a természetes kiválasztódás akadályozza meg. Az egész evolúciós elmélet azt feltételezné, hogy a fajok egyedei bizonyos makromutációk révén egy csapásra teljesen kifejlett, működő új szerveket tudnának magukra aggatni. A mutációk azonban csak apró változásokat hoznak, és ezek az apró változások mindaddig hátrányt jelentenek a faj számára, amíg nem tökéletesek. És mivel sohasem tökéletesek, a természetes kiválasztódás ugyanúgy megakadályozza a faj felfelé törekvését, mint amilyen eredményesen megakadályozza a hanyatlását is. Ha pedig ez a helyzet, akkor nyugodtan állíthatjuk, hogy a fajok állománya, az ember, az állat és a növényvilág állandó volt ezeknek a hosszú éveknek a során, mégpedig éppen ennek a visszacsatoló mechanizmusnak köszönhetően, amelyre Darwin mutatott rá. Ő mindössze abban tévedett, hogy ez a mechanizmus megakadályozza a lassú felfelé törekvést, ugyanúgy, ahogyan megakadályozza a lassú lecsúszást is. A természetes kiválasztódás tehát a mutációval együtt sem képes olyan evolúciót előidézni, amely az egyszerűtől a komplex szervezet felé mutat. Ennél fogva nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az evolúciós folyamat megtörtént volna. Az az információ, amely a teremtés óta jelen van minden élő szervezet DNS molekulájában, a jelen élő világának változatosságát elegendően megmagyarázza. Nem volt szükség evolúcióra ahhoz, hogy ez a hatalmas, változatos fajkészlet létrejöjjön. Egy teremtő, alkotó intelligenciának a létére azonban szükség volt ahhoz, hogy ezt az információt az élő szervezetek DNS-ében tárolja. Mindenről a Biblia első részében, a Teremtés könyvének első fejezetében lehet olvasni. És Isten szólt, a vizek teljenek meg élőlények sokaságával, az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak. Úgy is történt. Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat, és mind az élőlényeket, amelyek mozognak vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó. Megáldotta őket, és azt mondta, legyetek termékenyek, szaporodjatok, lepjétek el a tengerek vizét, és a madarak is szaporodjanak a földön. Este lett és reggel, az ötödik nap.
Aztán szólt Isten, hozzon létre a föld élőlényeket fajuk szerint, házi állatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint. Úgy is történt. Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a házi állatokat fajuk szerint, és az összes csúszómászót a földkerekségen fajonként. Isten látta, hogy ez jó. A Bibliának ezzel az állításával, nevezetesen, hogy az Isten az állatokat, az embert és a növényeket fajuk szerint teremtette, hogy fajuk szerint szaporodjanak, egy olyan tudományos igazsággal találjuk szemben magunkat, amely ma ugyanúgy érvényes, mint akkor, amikor mindezeket Mózes a könyvében leírta. Isten tehát a keresztezhető génállományt állandónak teremtette. Ezen belül lehetnek variációk, de ennek a keresztezhető génállománynak a határain kívülre menni nem lehet. Az alapképletet nem lehet megkerülni. Ugyanúgy, ahogyan Mozart muzsikáját is lehet dinamikai jelekkel módosítani, de nem lehet belőle Bach fúgát előállítani, vagy Bachból sem lehet Mozart szonátát csinálni. A lényeg mindig változatlan marad. Pontosan ezt mondja a Biblia is, az Isten által teremtett fajokkal kapcsolatban. Azok a törvények, amelyeket később az ember is felfedezett, rögzítették a fajokat stabilan, mereven, a határaikon belül.